A másik az olvasmány, a Szentlecke, zsidó levél. Ennek is mi a történelmi háttere, el szoktuk felejteni. Ugye Jeruzsálemet lerombolják 70-ben a rómaiak, de már előtte Szent István hónap fogjuk ünnepelni, megkövezésekor szétkergetik Jeruzsálemből a zsidókat. Idegenné váltok. Mentek, vándoroltak jobbra-balra. És ezekhez a zsidókhoz szól, erősítő, bátorító szóval, akiket kiforgattak a vagyonukból, földönfutóvá lettek. És a zsidó levél mit mond nekik? Miután sokféle módon szólt Isten az atyákhoz, a próféták szava által, e végső korszakban fia által szól hozzátok, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette, benne ragyog az istenség, az atya képmása, és hatható szavával tartja fenn a mindenséget. Ti, akik hontalanná váltotok Krisztus miatt, higgyetek Isten hűségében. Ugyanaz az Isten szólt Jézus Krisztusban, ebben a végső korszakban hozzátok, mint aki a proféták által szólt az atyákhoz. Isten hűséges. Erősíti ezeket a sokszor hitükben is megrendült embereket. Ki sem hisztek benneteket, csak azért, mert Krisztusban hisztek. Kinevetnek benneteket, még a rokonaitok is, mert Krisztusban hisztek. És olyan szép, ahogyan a zsidó levél mondja, hogy ez a Krisztus, akiben hisztek, akiért megsemmisítettek benneteket, ez a Krisztusban benne ragyog az istenség, ő az atya képmása, hatható szavával tartja fenn a mindenséget. Őt a mindenség örökösévé tette, hiszen a világot általa teremtette. Testvérek, a betlehemi idill, az apróka gyermek, aki remélhetően ott van a karácsonyfánk alatt, ez a király, akiben teremtetett minden, akiben fönnáll minden, akit Isten hatható szavával a mindenség örökösévé tett, benne ragyog az istenség teljessége. Ezt ünnepeljük ma. Krisztust, akiben teremtetett minden, akiben fölragyog a mindenség teljessége. Tegnap is a római levélből olvastunk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Krisztusban fölragyogott az a titok, ami évszázadokon át rejtve maradt. A mindenség csendjében. Nem tudom, hogy tömegével mikor ismerik fel
karácsony titkát. Mikor ismerik fel a tömegek, a félre vezetettek, hogy nem egy vallás alapító születését ünnepeljük, hanem akiben rejtve volt a mindenség, akiben felragyogott az istenség. Feneketlen mélysége van ennek a titoknak, akiben fölragyogott az istenség teljessége. Minden monda után mennek az emberek, a tenyérjóstól kezdve mindenhova. Nem veszik észre, hogy Isten e végső korszakban fia által szólt hozzánk. Ettől szédeleg el a mai Európa, valami szebbet vár. Nem tudja elhinni, hogy Isten kimondta a teljes önmagát Jézusban.